İşte na, szevasztok srácok! Itt van a Slime Rancher 2. Nem tudom, emlékeztek-e még erre a játékra. Anno a Slime Rancher 1-jel azért elég sokat foglalkoztam. Ez a játék. Series X-en jelen pillanatban. Határozottan ronda. Tényleg az? Mi a szar? Hogy néz ez ki? Na. Minden esetre mindegy is, szóval... így néz ki, ugye még... game preview a cucc. Va, igen, ezzel tudom beszívni, ezzel tudom kidobni. Nagyon jó. Ezek a kis állomásaink, ugye activate. És akkor ki tudod választani, hogy mit szeretnél ide rakni. Ugye ez a coral, co-op, keep chickens, igen, garden. Tehát ez alapok ugyanazok, biztos marha sok minden marad. Van 250 pénzünk, úgyhogy ezt meg is vesszük. Yes. És akkor van nekünk, úgy emlékszem, egy millió éve nem játszottam már az első izével, értelemszerűen mi ez Slime Rancherrel. Nem most játszottam utoljára, most van egy ilyen nagy dómunk, úgy nézem, egy ilyen fa körül. Ugye be tudjuk szívni őt, Pink Slime, ő a legalapabb slime. És ugye lehet őket etet, ja, hogy nekünk már volt ilyenünk, aha, jó, na mindegy, vettünk egyet minden esetre, de ide kéri, hogy ide dobjam be őket. Akkor szépen be vannak dobva. És ugye különböző fajta slime-ok léteznek a játékban, ami azt jelenti, hogy van, ahol már kell felső háló, mert konkrétan ki tudnak ugrani, stb. És akkor őket etetgetni kell, és tudnak szaporodni, ilyesmi. Úgyhogy most ezeket fogom összeszedni. Ugye van különböző étrendjük is. Tehát baromi... nézzük már meg, hogy mi a helyzet van, most nem tudok már sprintelni valami. Ahogy van lent egy ilyen barlang. Everything. Activate. Ja, igen, itt lehet a nyersanyagokat ugye refine-olni. Tulajdonképpen ez itt a upgrade cucc. Ugye new bucks kell hozzá, az a pénz a játékban, I guess. Meg bloom plort, ugye plort, azaz amit hát ha minden igaz, kaksíznak a slime-ok. Ugye emlékszem, valami ilyesmi rémlik nekem ebből, de már ezer évre nem játszottam vele. A stamina nagyon hamar lemegy. Oh jeez. Another phosphor slime, oppá. Van itt egy kis répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán-ritkán tarigó. Ugye őnekik amúgy különleges treatment kell, úgy emlékszem ezeknek az estiknek. Azt a rohadt élet, aztán van minden. Még plortot is szívtunk be. És mindenképpen jöhet bármi. Ugye még kevés, nagyon kevés a helyünk. Még meg kell gondolnunk, hogy mit szívunk fel. Láthatjátok, tehát ezeket tudjuk. Úgyhogy most igazából arra fogok rágyúrni. Ugye a plortokat, azokat sajnos itt kell hagynom most. Mert a pink slime-ot is vettem. Igen, az sajnos itt marad, viszont kaját azt sem tudok vinni már, jó. Hát ezt egy csirkét, ezt én azt mondom, hogy szerbusz csirkécském, és akkor én ezeket a plortokat még így elvinném magammal. Attól függetlenül, hogy kajáért jöttünk elsősorban. Tűha, na jó, én erre én még nem nagyon jönnék, mert azokhoz szerintem én még nem igazán tudok hozzáférni. Alapból ezzel a phosphor slime-mal is hadilábon leszek még egyelőre, mert hát, igen. Most kajálgat. Igen, tehát meg kell őket etetni. Nem tudom miért oda. Amúgy meg kiugranak innen is, haló. Csak mondom, néletjátok. Ez alacsony nagyon. És ki lehet őket bármikor szívni, és be is lehet rakni őket. Szevasztok, srácok. Igen. Még átrakom őket ide. Oké, és azt mondom, hogy tessék eszegetni. Ugye van plort, ugye ezt be tudjuk ide szépen küldeni, és akkor így gyűlik össze, és különböző árfolyamon mennek ezek a plortok, tehát itt lehet ezzel variálni valamit. Ugye őket pedig, hát azért szopó, mert nekik ilyen estek, tehát itt vannak ilyen fejlesztések, ugye magas fal, lehet magas falra variálni, amiért nincs annyi pénzem. Igen, a csirkét is felszívjuk. Kaptok csirkét is, fiúk, egyetek csak. Feast up. Igen, itt van a Solar Shield, na ez kell a Phosphor Slime-nak, ugye mert ők csak este vannak, azt hiszem. Plort Collector is van külön. Szóval van itt minden Auto Feeder, mindenfélét lehet nekik szépen adni, úgyhogy ez nagyon baba, azt kell, hogy mondjam. Szerintem most egyre az lesz, hogy én őket etetgetem, aztán ide be is tudok jönni. Tehát egyre még etetgetem őket, aztán akkor majd
egyre pénzt kell gyűjtenem, úgyhogy kénytelen vagyok eladni ezeket. Úgyis van, már is van 203. És az még lószarra sem elég, úgyhogy kaját kéne intézni, meg kéne egy farm. Garden. Nothing beats the taste of food grown. Igen, itt tud nőni tényleg a gyümölcs, meg ilyesmi. Amit választok, ugye? Arra akarok megnézni, hogy ez a phosphor slime. Ugye most még este van, tehát most még be tudom ide lőni. Ő gyümölcsöt eszik inkább csak. És ő viszont elrepül a bánatba, úgyhogy őt még itt megtartjuk a kis cuccunkban. És hát szerintem elmegyünk még valami zabát nézni, mert ez így nem lesz jó. Azt a mindenit, az mekkora az ilyen nyúl? Szentséges szűz már. Hoppá! Ott van ilyen értékesebb izé. Ugye mert lehet őket itt is etetni. Oda teszem. És a taka. Igen, várjatok, tehát hogyha megeszi... Hogy is volt ez? Hogyha megeszi a... Egy másik fajtát, akkor lesz belőle tár, ha minden igaz? Most ebben sem vagyok biztos. Ott vannak plortok amúgy, lehet inkább azt fogok vinni. Őszinte leszek, mert... Óvatosan kell... Valahogy van ilyen keresztfertőzés, az biztos. Oké, ilyen gyümi van még. Ezektől inkább óvakodjunk, mert még egyre nem tudok velük mit kezdeni. Igen, ilyenkor beindul a nagyon gonosz zene. Ó, oh, szevasztok, srácok. Egyébként be tudlak szokni, ugye? Persze, hogy be. Oké, okay. Azt sem tudom már merre megyek amúgy, de így... Hát mondom, vér ne! Felfedezgetünk, figyelj! Hoppa, az mi a tököm? Vannak ilyen izék is, ilyen tojások. Open pod. Blueprint required, hydro turret. Vízágyú. Az lesz az, ami a tar ellen kell. Az lesz az. Föl tudok ugrani? Föl tudok, ja. Ez meg mi a tököm? Upgrade is need to harvest this. Jó, hát arra még nem igazán tudunk mit kezdeni, akkor... Hopp. Jó. Visszamegyünk, eladjuk ezeket a sárga plortokat, mert ez többet ér, mint a rózsaszín, nyilvánvalóan, legalábbis elvileg. Jó, még nem nagyon izé okoskodták ki magukat, hál' Istennek, hogy kaptok egy kis kaját. Right. Nagyon jó. Zabálgassatok csak. Ez a plort izé, na nézzük, a sárga az 24-et ér a 13 helyet. Annyit hát. Nagyon jó. Van 275-ünk. Akkor bejövünk izé, kicsit leharatni ezeket. Ez kevesebbet ér. És még mindig baromi kevés pénzünk van. Ez mi volt ez? Activate. Ja, ez a Slimepedia. Back tanks. Not known technology makes everything possible. In small, yeah. Na, valamit fejleszgessünk. Szerintem a high wall az egyre még fölösleges. Music box, attól nyugodtabbak lesznek. Plort Collector az nem lenne egy hülyeség, egyébként megmondom őszintén, az abszolút nem lenne hülyeség. Viszont szerintem most az lesz, hogy őket még ide berakom. És akkor egy, hát most kapnak egy ilyet zabálni. Úgy, jó étvágyat, egészségetekre fiúk. Kezdeti nehézségek, de alakul ez majd. Alakul ez majd, arra vagyok kíváncsi, hogy vajon az az upgrade mennyi lehet, hogy több mindent tudjak elvinni, mert az lenne egy utolsó szempont, ugye. Most őket viszont már a másikba fogom rakni. Jó. Kajálgassatok csak. Ezek megint 24. Jó, 473. Egy... Tényleg elég fogós kérdés az, hogy mit fejlesztek először. Mert pénzünk az akad, ugye itt most nagyon a... Szerintem jobban elosztom őket amúgy, mert a másikban kevesen vannak. Úgy, pottyansd ki magadból szépen, nagyon jó vagy. Hopp, te jössz vissza ide. Picit jobban elosztjuk a dolgokat. Hoppá, szökik a málna. Így is van. És
ez megint... Nice. Ez egy újabb 130 pénz lesz nekünk. És most már van 603, tehát most már azért izé. Itt vannak a VEC upgrade-ek. Resource Harvester. Cotton, 10 darab cotton plort kellett volna, nem kellett volna eladni. Ezzel ezért a VEC section mechanism that shakes loose science resources from nodes in the environment. Aha. Ez az újabb izé, ami be tudnám rakni a tárhely. Most egy safe microfusion generator that boosts energy 250. Aha. Personal jetpack. Ezek ez külön plortok is kellenek. Az a igen, ez a hydro turret, ehhez mi kell? Defensive cannon that will automatically target tar and bless them with water. Igen. A 250 pénz, meg deep brine. Azt sem tudom azt, hogy kell. Meg bloom plort kell hozzá. Alright, hát ez nagyon jó. Decorations pont nem érdekel a dekoráció. Ugye, hogyha ezt most kilövöm ide. Ő amúgy elbírja a napot. Úgy nézem. Tehát talán még el is tudna lenni egyébként egy ilyen helyem. Na de. High walls. Igen, sensitive to light, azokat védi. Ez tök jó. Slimes. The softly glowing heralds of starlight. Most ő nem írja egyébként, hogy a fényre érzékeny lenne. Úgyhogy... Újra tervezünk, és azt mondjuk, hogy ide fogunk csinálni ernetet. Igen, van rajta a légháló, és akkor nem fognak ezek elmenni elméleti szinten. Így van. És ők pedig gyümölcsöt esznek elsőlegesen, azt hiszem. Tehát, hogyha így rámegyek, a foszforszla, igen, diet, igen. Zöldség és a kedvence az eper. Ez tök jó, meg minden. Garden már nem fér bele a büdzsébe. Miért is férne bele, ugye? Hát akkor nektek sajátok egy kicsikét szűkösebb... Oppáré! Nektek kicsit szűkös lesz a hely, de... Szerintem megoldjátok. Hozzunk megint kaját. Répa az van. Egy halomgyümölcs. Bocs, srácok, Citi, nem vagytok most érdekesek számomra annyira. Oké. Ez mi ez? Ó! Nagyon jó. Kicsit tisztult a kép. Kiváló. Hoppá, even more! Rózsaszín slime-ra most nincs szükségünk. De gyümölcsből is mindjárt megtelünk amúgy igazából. Hopp, itt is van egy ilyen. Ó, kiváló. Na, ezt is felfedeztük, jó. Arra fele kéne menni vissza. És haza is értünk. Ó, oh, hello! Itt az egyik megtölthető. Te gyümölcsöt szeretnél elsőlegesen zabálni, jó. Őt most megjegyzi, megjegyzi a térkép? Dehogy jegyzi. Ez nagyon közel van amúgy itt a... Az otthonhoz, tehát konkrétan erre, aha. Jó, hát most ezt csináltam volna, hogy megetetem, de most inkább a saját... Portékám számít. Szóval van nálunk 10 plort, ami jó pénz, és van egy csomó kajánk is. Na, mindenképpen jó. Na, gyümölcs, várjál. Nézzük, hogy vannak a foszforok. Szarul. Tehát neki kell solar shield is, mert eltűntek. Ezek a napfényre viszont érzékenyek, jól emlékeztem. Nagyszerű. Még jó, hogy beleköltöttem. Semmi probléma. Zaba királyok, bazzeg. Nem baj. Nem baj, amúgy egyáltalán nem baj, mert nagyon sokat nem buktunk rajta, hál' Istennek. Így van, 431. Ez teljesen oké, szerintem. Főleg, hogy még itt is van egy csomó. Az autó plortolós cucc, ez, vagy
Autodikus gyűjtő cucc, az nem lenne rossz. Hát ez így nagyon szopó. És kajak nem tudom felszívni már azt a párat. Nagyon úgy néz ki. Ó, mennyi pénz, te jó Isten! Port Collectort, azt mindenképpen így. Így van, és itt lehet szépen faszán kivenni majd a lényeget. Te meg mit művelsz itt kín, haver? És akkor látod, így faszán szépen megcsinálja magától. Gondolom én. Aha, és ide számolja. Jaj, és szépen gyűlik, kész. És akkor ezt csak aktivételem. Ja, meg tudom csinálni manuálisan is, aha. És akkor így csak szépen fogom. És kiveszem. Ez zseni. Ez egy jó upgrade volt, kellett. Jó. Egy kertben nagyon be kéne már upgrade-elni, vagy pedig mennyibe kerül a Solar Shield. Van annyi pénzünk, úgyhogy tudunk hozni Phosphor Slime-ot, azt csak este tudjuk hozni. Egyébként lassan megy le a nap, úgyhogy elő fognak kerülni valószínűleg. Viszont mielőtt ezt megtenném, én szerintem inkább egy gardenbe fektetnék be. Dik. Így. Igen, ez mi? Shooter, ja igen, ide be kell nyomni a megfelelő gyümölcsöt ahhoz, hogy az teremjen ott. Oké, okay, hello! Igaz, hogy Solart még egyre nem tudunk ugye rakni. Na most neki a kedvence amúgy az eper. Ugye azt tudjuk ennek a izének. Ami azt jelenti, hogy elvileg dupla annyi plortot ad. Hogyha azt a fajta gyümölcsöt kapja, vagy azt a fajta kaját kapja, amivel ő el van. És ez jó meg minden. Őt is be lehet? Cotton slime. Jaj, ő a cotton slime, aha. Már vigyünk már abból is egyet-kettőt, mert nem tudom, hogy velük mizu van. Talán lesz annyi pénzünk, hogy még ők is el fognak férni. Igazából. Igazából, hogyha a slimepédiát megnézem. A hop, skip, a jump and oh, it's gone. Favorite. Ezt nem tudom mi az a lila, de hogy diet ilyen répa, tehát azokat még tudom is úgy, azokat vállalni még tudom. 201 pénzünk van. Hú, mekkora vagy. Largo. Igen, és ez történik ugye, hogy pink foszfor, hogy ők ketten így párzanak, ha úgy mond, akkor egy ilyen mutáns jön létre. Ilyeneket is lehet kreálni. Ugye, mert az azt jelenti, hogy akkor kétfajta plortot fognak tolni. Azt hiszem. De hát emlékszik már a bánat erre, de tényleg. Na, rózsaszíneket összegyűjtjük, mert igazából ingyen pénz. Miért ne? Legalább azzal is haladunk, mert pénzt is kell szereznünk nagyon durván. A tárra nem vagyok még mindig egyértelműen, nem igazán értem pontosan, hogy mi van. Lehet, hogy azt fűt csinálni, srácok, hogy elegyítünk ilyen cotton. Mondjuk cottont rózsaszínnel, aztán megnézzük, hogy mi történik. Szóval ez valami kísérlet. Igen, az biztos, hogy igen, ez egy jó ötletnek tűnik. Mert ugye akkor hely kihasználás az a maximumon fog dübörögni. Nekünk baromira nem mindegy. Igen, akkor egy répát fogunk termeszteni, mert epret én még nem találtam, őszinte leszek, mint láttátok, úgyhogy nem tudom, mit magyarázok. De, ja, szóval répa. Úgy. És akkor most itt ez nő. Kész. Ez igazából ennyi volt. Na, adjuk el a... ezeket. Nem túl sok pénz, nem túl sok pénz. Mi van, hogyha őt berakom ide? Ugye van hálónk. Mi van akkor, hogyha elegyítek rózsaszint ezzel? Akkor mi van? Az az ultimate question. You feel me? És ilyenkor így szoktam letesztelni, hogy... szoktam, hát így csináltam régen, ugye egyet rakok csak be. Hopp!
És akkor azt hiszem az, hogyha egymás plortját megeszik talán, vagy nem tudom. Jó, egyelők így el vannak hárman. Azt hiszem az van, hogyha egymás plortját megeszik, akkor lesz egy elegy. És ha megeszi az az elegy a harmadiknak, egy másiknak a plortját, akkor van tar. De ebbe se vagyok biztos már. Jó. Kaját kéne szerválni már megint. Viszont plortot itt most tudunk, ott már szedni is össze. Nem túl sok valószínűleg, nem, hát ez összviszt 7 darab. Kajából szarul állunk, kajából nagyon szarul állunk, az a helyzet. 409, tehát ez vajmi kevés. Ó, oh, még több gyümölcs, nagyon jó. Az nekünk baromira kell, mert a kaja a legnagyobb szívás amúgy ebben itt most, ugye nem is emlékeztem, hogy ennyire szívás lenne. És ez nyilván minél jobban előre haladsz, annál könnyebb lesz, ide autofeeder, meg mit tudom én mi, de most még a pénzszerzés egy igazi nyűg. Igazi nyűg. Na, semmi gond. Na, akkor azt mondja, hogy megnézzük ezt a kis párosztatós dolgot. Szóval kap egy ilyet, kap egy olyat, kap egy ilyet. Ő nem eszi ezt, mi? Ő megette, figyeld. Hopp, lett egy olyan rózsaszín plort. Igen. Na, hogyha neki adok egy ilyen plortot így. Ah, yes. Ez van belőle. És oda-vissza ez így működik, gondolom én. És akkor most már... De nagy, te jó Isten. Oké. Okay. Érdekes kísérlet. Ezzel még nem kéne gond lennie. Várj, Slimepédiát nézzük csak meg gyorsan. Szóval itt van ez. Szép diet. Elvileg gyümölcsöt meg kéne ennie. Aha. Necces lesz a helyük. Félek, hogy szétdurran, öcsém, tehát komolyan akkora, bazzeg. Jó, hát ennyien el lesztek itt. Ugye? Kicsit sokan vannak. Na majd alakul. Ide is nyomunk egy plortizét. Kollektort. Az lesz a legegyszerűbb. Hát és akkor, ja, és akkor két fajtát szív ki. Nagyon jó. Anyád, bazd meg, hát mekkorák vagytok te. Igen, kicsi lesz a hely nekik nagyon, azt már látom. Szóval már két fajtát farmolunk, legalább. Odaig eljutottunk, ennek lejjebb ment az ára. És még mindig nem tudunk ilyen jellegűt csinálni, mert eltűnik ugye. Fúha. És ezekkel mit csinálják ezzel a sokkal? Még egyre nem tudom. Jó, ők itt el vannak. Megnézzük ezt is, tényleg itt is van valami biztos. Nincsen, nem kaptak kaját, persze. Újfajta slime-ot sikerült felszínni, ezt a macskát. Na, ha ez húsevő. Viszont azt érdemes tudni, hogy ő húsevő. Viszont valószínűleg többet is ér a plortja. A szóval viszi a... Ó! Na várjál, mit kéne kidobni? Kidobjuk ezeket a foszfor slime-okat, mert most minket az nem érdekel már. Ezt itt el. Ezt a water lettuce-t is elvisszük. És ott van egy ilyen. És a rooster, a csirkét visszük. Volt több is az előbb. Hát ő megkajálta. Na nem baj, a lényeg az, hogy újfajtát megpróbálkozunk, hát ötvözni kéne, okosan kéne ötvözni, haladjunk ezzel, mert helytakarékosan meg kell oldani, szóval kevesebb lesz a slime-unk, mert csomó rózsaszint el fogunk köszönni, az biztos.
Hoppá, viszont van répánk már amúgy. Ezért jó a kert. Itt látjátok. Nagyon jó. Ők itt megkapják ezt. A gyümölcsöt ők nem nagyon eszik amúgy, úgy veszem észre. Úgyhogy kapnak ilyet, nagyon jó. És ugye itt akkor van egy halom ilyen, ilyenünk. Ami tök jó, meg minden. És ez mennyit ér? Ez 27-et ér, ha jól látom. Ami jobb, mint a koton. Igen, 27-et, nagyon jó. Kiváló, jó. Akkor most az történik, hogy felfogom az összes rózsaszint. Hát nem is az összeset, de egy jó párat így felszippantok. Még kettőt berakok, és akkor lesz bent 6 darab cica jelleg. Azt akkor meglátjuk, hogy mi történik ebből. Ott is van az átalakulás. Gyönyörű. És ő megeszi a répát így egyébként, ilyen... Megeszi. Viszont... Akkor is pottyant magából izét? Nem lehet, hogy benne van a pakliban, hogyha... Anyád, te hova jössz te? Hogy? Ojja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 jj
guessing. Magas fal kéne nekik. Mindig van valami. Úgy. Na most próbálkozzatok meg vele. Ha. Nagyon vicces vagyok. Egy-kettőt kiszedek amúgy, amíg fölösleges bele. Van, aki egy-két ilyen kis rózsaszínek csak. Itt talán egy picit jobb lesz a helyzet bent. A téhen akar halni mentem. Tessék, Varesz. Úgy. És az a kedvence, úgyhogy kaptunk kettő fajtát is, tökéletes. Kelleni fog nekünk egy ilyen tyúk ol, vagy mi a tököm is. Ide mondjuk mellé. Tehát egy ilyen kóp 250-ért kelleni fog. Kelleni fog, mert ez folyton ez a elmászkálni és akkor izé pakolni, az úgy erős. Titeket meg kiengedlek a szabadba, hogy hadd éljetek. Opa! Rustru, nagyon jó, megvagyunk. Úgy nézem, megvagyunk. Ez... very needed. Na, Mizu. Szóval... ti akkor kaptok... Mondjuk így kaptok. Szerintem ez így jó lesz. És az eper az melyiknek a kedvence? Aztán a... a Phosphor Slime-nak. Aha. Az fain, és nekünk olyanunk már nincs is. Ugye? Mert az még nincs olyan megcsinálva az a technika. Technology. Az még nem létező technology részünkről. Répa, retek, mogyorót. Azt pedig dobunk be nekik. Szerintem ők azt szívesen fogják enni. Nesztek, tessék, tessék csak, vagy de jó. Ez csak az lesz a szívás, hogy... nagyon lent van az ára ennek sajnos. És nem tudunk mit csinálni. 18. Ja. Nem olyan rossz az. Rózsaszín. A rózsaszínt kéne elengednünk már nagyon. A rózsaszínt azt el kéne engedni, és olyat kéne, olyan elegyet kéne alkotni, ami tényleg ilyen értékes. Tehát mondjuk a nyuszit a macskával például, az tudna úgy működni. Az úgy még gazdaságosabb lenne. De most egyre még így vagyunk. Az 27, az nem rossz pénz, nem rossz pénz, és volt még úgy rózsaszín is. És akkor fogunk tudni... még egyet szívunk, hát ha valami elkerült a figyelmünket, de az égvilágon semmi. És már most tudunk csinálni autofeedert. Ja, tehát nem, mert ugye izét akarjuk csinálni, a kópot, hogy legyen egy ilyenünk. Így is van, és akkor azt odarakjuk amellé.
Így van, egy ilyen. És mit, hogy kell ezt csinálni? Spring Grass, Vitaminizer, Elder Collect, van itt minden. És szerintem, ha egy ilyet csinálok, az úgy jó. Nem tudnak kiugrani ezek, ugye? És mit kell csinálni velük? Aha, hogy itt is van high wall, persze, hogy van. Spring Grass chickens to eat, with their bellies full chickens will grow into healthy hens and roost twice as fast. This elder collector. Elder chickens away from the younger generation that stores them in a collector. Wow, bro. Magas falakat azért kérünk, miért még ezek itt elszöknének, azt megzabálnák őket itt a izék. Na és elméleti szinten ez így el kéne lássa magát. Valahogy. Ilyesmi. Szóval, igen, itt az ötvözés lenne a... Az mi? Uh-huh. Érdekes. Jó, itt azt fogjuk művelni, hogy... Ez a nyúl dolog, ez annyira nem jó. Úgyhogy ezektől megszabadulunk egyesével, így paraszba. Tehát kb. Így. Tényleg egyesével. Mert ezek nem túl hasznosak. Tehát rózsaszint, az fog adni a macskás is. És a fejlesztésre majd akkor fogunk fókuszálni, hogyha eljön az ideje. Egyre még nagyon nincs itt. 3.22. Ez tökéletes, jó. Mennyi lesz az a foszforos lószar? Vagy mi Solar Shield. $4.25, nem is drága. Ezt még megejtjük akkor, és akkor... Meg most pont este van, úgyhogy be tudjuk fogni azokat a fosokat is. Sokat nem viszünk, mert baromi nagyok lesznek. Őt nem kérjük, őket viszont annál inkább. Kikkel akarom? Nyuszikkal akarom őket, ugye? Úgyhogy azok mehetnek még, ja. Így van, kitűnő, szerintem ez így jó. Nem akarunk sokat tényleg, mert hogyha sok van, az csak útba van, és csak ott cseszik szét a dolgokat. Ez gyümölcs, aha, ennek a kedvenc ez a izé, jó. Gyümölcsöt, zöldséget, akkor viszont répát is viszünk még. Mert még nincs kész a miénk. El vannak amúgy nagyon. Inkább kilövöm, és inkább felszedek egy csomó rózsaszint ebből. Mert ingyen pénz, azzal is kicsit fejlesztjük majd magunkat. Számításaim szerint. Yeah. Tökéletes. Na nézzük. Zabálgatnak szépen, serényen. Nagyon jó. És... Ahogy elnézem... Igen, ide viszont őket még be lehet lőni most. Így. Mert elférnek. És kajáljatok csak szépen. Nagyon jó. Nagyon jó. Ja, nincsen másik fajta. Azt nézem, hogy mikor lesz már a másik meg. Azt még nem is variáltam rajtuk. Tökéletes, az 500.
És nem kell már tényleg sok, mert itt igazából ezt még egy ilyet csinálunk. Aha. Ezt így ki is veszek, hiszen ha ezt aladjuk, akkor meg is vagyunk. A szolár cuccal. Így van, 560. És akkor kap egy ötös szolár... Solar Shield. Itt van. Ja, 460-nál már megvolt, jó. Ott a Solar Shield. És azt mondja, hogy kaptok ilyet. Befelé, és megnézzük ki ebből mi lesz ebből az elegyből. Aha! Ilyen csodaszép történet. Na. A szoláros az elvileg eszi a... gyümölcsöt eszik csak, bazd meg. Aha. Na de az elegy az nem. Így van. Tehát lett itt nekünk ilyen is. Újfajta plort. Ez azért jó. Répáink azok rendben vannak. A izével még gázok van. Ez mi? Victor Humphreys. Szevasz Humphreys. Now will... Aha, új cucc. Jó, köszönöm szépen. Még odébb van az. Opa! Ott vannak a kis csibék is már. Let's go. Ez teljesen jó. Igen, most ők a répát egyáltalán nem eszik sajnos. És nem igazán értem, hogy miért nem, amikor... Na mindegy, tehát hogy... Fura. Ott ti már nagyon itt izé... Elvagytok. Oké, az 20-at ér. 24-et ér a izé, jó. 2-17. Na, srácok! Ez a Slime Rancher 2, innen fogjuk folytatni, hogyha szeretnétek. Sziasztok, jöhet az out! Ró, szeretted a videót? Rühelted? Írd meg lent miért? Instán, mailem, setupom, másik csatornám a leírásban. Menj rá lustába! Na csáá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 á